az új Toyota RAV4! Itt Kém a Kém jelentkezik, sziasztok! Üdvözlöm a budapesti autósok közösségét természetesen, és engedjétek meg, hogy bemutassam azt a fiatalembert, aki lehetővé tette nekünk, hogy a zsírúj RAV4-et tesztelhessük, megnézhessük. Ő Nidál barátom, akit nagyon a szeretettel köszöntök. Sziasztok! Nidál, gyere ide közelebb, egyszer simogassuk meg. Figyelj már, a legdurvább. Tudja, hogy szamuráj kardot tervezték, de így. Fantasztikus egyébként. Fantasztikus, hogy mennyit változott az elődjéhez képest, és azt gondolom nagyon-nagyon sok embert érdekel, hogy mi változott a hibrid hajtásban, mivel más ez az autó, mint az előző RAV4. Ugye itt az alapokat nézve egy új, lényegében egy új konstrukciós 2500 köbcentis Atkinson ciklusú benzinmotor van már az autóban, mert az előző az 2400 köbcentis volt. 100 köbcentit emelkedtünk. 100 köbcentit emelkedtünk, így van itt a... Hogyha mélyebb rásunk, akkor sűrítési viszony és egyéb dolgok változtak. A motor hatásfoka az nőtt, ezáltal ugye a fogyasztás csökkent. Sokszor volt jelezve, hogy autópályán a hibridek egy kicsit magasabb fogyasztási szintet produkálnak. Így van, hiszen nyomaték csúcson tartja előzésnél ugye a motor, a váltó együttese a gépjárművelt, és ettől ilyen bőgősebb a hibridekkel menni. Ez viszont már nem bőg. Mivel CVT váltós, így van egy nagyon kicsike húzási hangja. Mennyivel erősebb a villanymotor, benzinmotor? Összteljesítménnyel nagyjából 20-25 lóerővel. Tehát az új RAV4 218 lóerő, az első kerekes, és az összkerekes az pedig 222 lóerő. Azért figyelj már, azért 218-at kapni bármiből jobb, mint búcsúba pofont, hogyha ezt így gondolom. Főleg lóerőből, ne viccelj már. Ez azért már egy impozáns adat. És ez a menet teljesítményén is érzékelhető az autónak? Mennyi az önsúlya egy ilyen kocsinak? Az önsúlya az ugye felszereltségi szintenként változik. Most ugye a hibrid hajtásláncnál az összkerék hajtás az ugye már csak 60 kilóval befolyásolja az önsúlyát. 60 kiló az össz? Így persze, van. Nincs kardán semmi, hiszen hátul a villanymotor hajtja a hátsó kereket. Így van, de régen egy kicsit ez nehezebb volt, de most már csak 60 kilóval befolyásolja. Így 1600-1650 kiló körül van az autónak a... Hát ez azért nagyban befolyásolja a jó fogyasztását az autónak, mert és úgy tudom, hogy az előző RAV4 a használók beszámolója szerint képes volt 7-7,5 literrel eljárkálni, sőt még alatta is, hogyha úgy volt, de nagy átlagon ezt tudta kihozni a nagyobb test. Na most ez mit jelent, hogy jobban fogyaszt adatokban? Inkább nézzük meg szerintem. Litert ír. Én Budapestről jöttem le, igen. Tegnap pedig Jászberényből Budapestre, és ez igazából fedi is a valóságot. És ez azt jelenti, hogy teljesen a forgalmat felvéve, tehát nem tartottam fel senkit. Na, kérem szépen! Egy nagyjából 4-5 cm-re rövidebb az előzőhöz képest. Na, ez milyen ritka dolog, hogy az újabb modell rövidebb, de... A tengelytáv viszont ugyanennyivel szinte nőtt. De érdekes ez. Uh-huh. Tehát, és a csomagtartó mérete ezáltal a csomagtartó mérete is nőtt. Sok ügyfélbeszámoló szerint a csomagtartó az nem volt megfelelő az ügyfeleknek. Jó, nézzük az előtt modellvel. Itt 80 literrel nőtt. Ez hány liter? Ez 580 liter ez a csomagtartó. Annyit segítek! Hogy reciprokom inverzben ficit megfordítva pont ide férne egy hölgy. Ha, így látod, amire gondolok. Tehát szerelmes párok, kérem szépen, Yi-Yang-ban szállíthatók az új RAV4-ben. Köszönjük, Kriti. Ami még a csomagtartóban módosult, azt ugye mindjárt megmutatom, hogy az előző RAV4-ben itt volt az akkumulátor miatt is lényegében egy ilyen egy háromszög alakú patka itt, így jött le.
Na ez ugye azért sokat elvett a pakolhatóságból, most már ugye ez sincs. De egyébként, hogyha én most ezt felemelem, tudom, hogy zsírói belenézni, van alul valami lehető? Aha. Van alul lehetőség, ebben ugye most defektjavító készlet van, de akár de az kerék autó, is rakható lehet. Szép ez az autó, de az az én kérdésem, hogy vajon hogyan mozog? Nézzük meg. Luxi. Ez Luxi. Akkor első sokkos állapot, húznál előre az ülést, és mi van? Elektromos. És memóriás is. Memóriás is. Biztonságőr, nagyon fontos. És mivel automata kérlek szépen, a kulcs itt van lent középen, és az már olyan rendszer, hogy csak nyomom a gombot, ugye? Így van. Na most látottam le, de buta vagyok. Oké, most beindítottam. Butócki voltam. Így igaz. Okosabb az autó, mint én. Hú, de demoralizáló ez az 5,6 liter, amit kiröcsem, mármint így pozitívan. Na, helyezzük D-be a gépjárművel. És amit én ugye... Amit ugye... Azért, most már azért a nagy közönség is tudja, hogy te Toyota Priusnak a boldog tulajdonosa vagy. Hogyne, tehát én nekem van hát, hívő összehasonlításom, sőt, hát ugye a nagyon nagy Prius imádó vagyok plug-in kategóriában. És most a benzinmotor elindult, így igaz. Megyen. És az van, hogy látom azonnal... Töltjük az akkumulátort. Töltjük az akkumulátort, itt az információ, illetve látom, hogy meddig mozgok Echo-ban, mert hogy esetlegesen olyan nézőink vannak, akik még életükben nem hallottak a hibrid technológiáról, akkor van itt mellettem egy kedves szakértő Nidál, aki majd kijavít engem rosszul mondom. Nem vagyok teljes mértékben szakértő. Hát de, mégis nagyon szeretem a hibrideket, és sokat foglalkozol, de sokat eladsz. Ezek szerint értesz hozzá? Szóval, ott tartottunk, hogy van ebben egy 2.5-ös benzinmotor, van hozzá egy villanymotor és igaz. Egy akkumulátorcsomag. Igaz. Ennek a háromnak a kombinációja hajtja a gépjárművet előre. Igaz. A motornak a lényege, hogy Atkinson ciklusú. Értsünk igaz. És jelentsen ez bármit is. Egyébként ez azt jelenti, hogy nyomatékra van optimalizálva ez a motor, más a sűrítési viszonyai. Hát ebben egy alacsony sűrítési viszonyú motor van. És a következő a történet. A hibridek vezetése mindig egy iszonyat nyugodt PC állapotot közvetít az embereknek. Ez így van. Nincs sebességváltás, mert CVT. De tudsz sebességváltani, mert most már van benne. De nem akarok. Okay. Jó, hogy ez a különlegesség, akkor hogy kell átkapcsolni? Hát átveszi sportba. Átveszem sportba. És kamuváltó van benne effektíve érzésre, ugye? Fantomfokozatok. Fantomfokozat. Az alapmodellben, az alap automata beállításban semmiféle váltásérzet nincs. Megy, mint a bolygó hollandi, mint egy robogó. Megy, mint a babettám régen, csak mondjuk 1000-szer úgy. Szóval inkább 10000-szer. Ami biztos, hogy most átöttük sportba, és most hármasban van, de én lehelyezem egyesbe. Mert hogy a fülekkel tudom pattogtatni a fantom váltást. Na nézzük. Ez egyébként sportmódban működik jól szerintem, ezért át is állítottam ide nekem sportba. Váltás hangja van gyerekek, 2, figyelj, 3, mint egy V8-as automata amerikai, van motorfék hangja, meg érzése is. Aha, a sebességhatárokra vigyázzunk. Jó. Figyelj, de jó ez a sportváltó, de helyezzük vissza D-be, mert nem tudom, nekem ez így adja ki a hibrid mihatját. Rögtön, hogy kinyitottam az ajtót, kiszúrtam itt ezt a varró szélét, kérlek szépen az ajtónál, és azt kell neked mondanom, hogy a Samurai kard által tervezettség az nekem átjön itt a belső enterőr is. Az élek folytatódnak mindenhol, de nem zavaró, nem kaotikus. Ki van ezt találva, és itt is megtalálom a varrásokat. Ez így igaz, és ez valóban cérnával van varva. Valóban cérnával van varva. Iszonyatosan jó a két pohár tartó, jó helyen van, be tudnám tenni a másfél literes kulacsot az oldalajtókban is. Kezemre esik minden. Nem az a... Figyelj, tehát most tényleg nem akarok én itt nyalni meg ilyeneket, hanem őszintén a véleményet megmondani. Úristen, micsoda gumírozás a kis izéken, a forgatókon, nem ez a gagyi teliber zongora lak, és a belül egy fuha gumi az ajtó kapaszkodónak, amikor megfogod. Szóval esküszöm neked, hogy én nagyon szeretem a japán gyártókat,
tisztában voltam az előnyökkel, a hátrányokkal, de ez az autó most meglep engem. Ez határozottan prémium érzést kelt bennem. Úgy érzem magam, mintha egy sokkal komolyabbnak hit kategóriájú vagy márkanevű autót vezetnék. Direkt nem akarok most mintákat mondani, mert nem ez a lényeg, hanem azt érzem, hogy tényleg egy nagyon komoly átgondolású és minőségi anyagokkal összeszerelt gépjárművel ülök. Megkérdezhetem, hogy mennyien tudok egy ilyen autóba ülni, csak hogy az érzésem, az árérték arányom hogy alakul? 9 millió 560 ezer forinttól 13 millió forint elejéig, aljáig tudunk biztosítani ebből a típusból. Itt most megéreztem a 211 lóerőt. És tudod, mi a durva ezek ma a hibridekben? 218. Ráadásul azt aztán végképp megéreztem. Tudod, mi a legdurvább ebben? Ugyanúgy, mint a Priusnál, nem azt érzem, hogy belever az ülésbe, viszont folyamatosan küldi. Tehát nem az van, hogy nincs nyomaték görve. Azt érzem, nincs olyan, hogy és elfogy, hanem ez küldi a végtelenségig. Hátsó, és ugyanazzal az erővel. Hátsó ülésfűtés van. Így van. Négy darab ülésfűtés van az autóban. És kettő darab ülésszellőztetés. És kettő darab ülőszellőztetés itt elől, azaz amikor nyáron kicsit megizad a acsi, akkor ez segít rajta nagyon. Nekem kényelmetlen kérdéseim lesznek, mindig az érdekel ezekben a hibridekben, hogyha én egy ilyen városi hibridázó vagyok, ilyen 5-6-8 kilométerre mondjuk a munkahelyemre be akarok járni, akkor mi az a sebességtartomány, hogyha ilyen nagyon kulturáltan és szépen vezetem, mint ahogy most, hogy még a hibrid hajtás legyen, a motor effektív, tehát hogy amivel tisztán elektromosan el tudok igulóvenni, ilyet tud? Tisztán elektromosan nem fog tudni, pont ez a lényeg a hibridnek, tehát állandóan felváltva működik. Tehát persze természetesen itt is van EV mód, tehát valamennyit tud tisztán elektromosan megtenni, de ez redukálódik ilyen 2-3-4 km-re, illetve a gázpedálálásától függően. Tehát az, hogyha ilyen nagyon óvatosan kezelem a gáz, hogy még ne induljon el a motor, az kilőve úgymond. Nem, még az is belefér, de itt mondom ezt a 2-3 km maximum, de akkor nagyon oda kell figyelni, és akkor pedálással nagyon észre, igen, tulajdonképpen. Bocsáss, meg tudom azt csinálni, hogy átparkolok vele egy A-ból B-be úgy, hogy ne induljon el a motor, hogyha az akkumulátor is fel van azon a töltöttségi szinten van, amit a vezérlőegység megfelelőnek tart, akkor abban az esetben igen. Igen, amit mondtál, hogy ezek az élek itt folytatódnak, ez nagyon megadja a hangulatát. Ugye milyen korrekt? Mindenütt beleszapták ezt, ami a külsejében benne van, ez nagyon el lett találva ez a forma, tehát így. Én ma láttam meg ezt az autót életemben először, tehát még prospektuson sem, meg valahogy ez most a látókörömben nem volt benne, és megérkeztünk, ugye ilyen oldalnézetből láttam meg először, és aztán úristen, ez az autó brutál jól néz ki. És tényleg, tehát ilyen agresszívek úgymond ezek a nyesebb vonalak, ugye, ilyen kicsit derékszögűek, de nagyon-nagyon ki van találva, hogy iszonyat jó kiállás van tényleg. És tudod, mi a durva, Krisz, hogy olyan higgadt nyugodt vagy, hogy én ülök csomószor tesztekben veletted, és azonnal tapossuk neki, megnézzük a szitukat, és most mióta benne ülsz, érzed, hogy így suhansz, és így figyelgetsz, de nincs kedved nyomni neki. 9 millió forintos változat, az abban minimum. Ez 2 literes benzines, van már is változ. Hogy mondjam, tehát a kötelező biztonsági extrák, vagy kötelező, tehát a mai világban már elvárt, tehát a Waze-Fix Assistance és ezek a dolgok, azok mind benne vannak, a tolatókamera is. Igazából, tehát ami már egy ilyen executive felszereltségben benne van, az már inkább a kényelmi extra. Van még benne ugye egy-két biztonsági extra, ami plusz, de a nagy rész az inkább kényelmi extra. Nagyon jó ez a váltó. Hát nem tudom, ez egy kicsit fura ez a kiállás, de egyébként valami elképesztően jó. De meg kell tekerni, az a legjobb. Igen. De a gumihoz mit szólsz a izére? Krisz, nyújj már be az hajt! Mindig azon panaszkodunk, hogy ezek a manuális gombok eltűnnek, és hogy ez mennyire rossz. Most itt meg basszus, hát kiemelték, és ez nem biztos, hogy baj. Tehát most érted, a klímapanel, izé...
meg majd nyújj már be, a, mint az ajtót ki akarnád nyitni oldalt, az ajtókinyitóba nyújj bele, majd ha már nem kanyart vesz, ezt fogd már meg. Hú, de jó ez a gumi, igen. Puha szilikon gumi belül. Igen, igen, azért kemény, ez. Figyelj, ennek a RAV4-esnek a négykerekesével már mennék is a gyilkostóhoz Erdélyben. Csapatnám ott éve után fölfelé vele ott a Hargitán. Hiába röhögsz, tesó. Már csapatnám is. Ja, igen, a kamerák. Van 360-as. Van 360 fokos kamera, ugye amikor közelítünk az elejével, bármilyen terepakadályoz, és ugye a radar aktiválódik, akkor automatikusan bekapcsolja az első kamerát is. Settenkedő Jóska! Kérem szépen! Lehetünk! Köszönjük támogatóinknak, a Suzuki Szeleckinek, akik Foton találhatók. A fólia akkor Tomi fólia. Mi más? Az Elmaki webáruháznak elmaki.hu, illetve nem utolsó sorban Gyertya Kovács Kft-nek a Torta díszek világa. Thank you.